Üdv mindenkinek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy mit tegyél akkor, hogyha pocsék az angol tanárod. Nos, meg kell, hogy mondjam nektek, hogy nagyon sokat gondolkodtam, hogy beszéljek-e egyáltalán erről a témáról, de aztán úgy döntöttem, hogy mégis belevágok és megcsinálom ezt a videót. Sokan tudjátok rólam, hogy én elsősorban felnőtteket tanítok, és ezeknek a tanulóknak általában én vagyok a negyedik, hatodik, nyolcadik vagy sokadik angol tanára. És sajnos nagyon gyakori eset az, hogy a tanulás mellett az önbizalom építéssel is foglalkozni kell az órákon, mert előttem egy kolléga már úgy a földbe döngölte az adott illetőt. Ahogy egy jó tanár szárnyakat adhat és megkedveltetheti veled a tantárgyát, egy rossz tanár sajnos elérheti pont az ellenkezőjét is. Teljesen mindegy, hogy te itthon vagy külföldön képzeled-e el a jövődet, az angol nyelvtudásodra mindenhol szükség és igény lesz. Ezért egyszerűen nem engedheted meg magadnak azt a luxust, hogy utáld az angol nyelvet egy rossz tanár miatt. Mi történik általában, amikor egy diák emberileg nem jön ki egy tanárral? Nos, nagyon egyszerű, az illető nem fogja szeretni, nyűgnek fogja érezni az adott tárgyat, mondjuk jelen esetben az angol nyelvet. Ilyenkor én azt látom, hogy a szülők igyekeznek segíteni a gyermeküknek ebben az adott helyzetben, és az első dolog, amit ilyenkor tesznek, az az, hogy szereznek egy magántanárt. És ekkor elindul az a folyamat, amit én duplázásnak hívok, vagyis a diák a magántanárral mondjuk hetente egyszer újra átveszi azt az anyagot, amit az iskolai tanárával átvettek azon a héten, tehát újra átnézik a nyelvtant, átnézik a szavakat, megcsinálják a házi feladatot, stb. De, és itt jön a nagy probléma, ezzel a dolog nincs megoldva. Ez csak egy tüneti kezelés, mert a diák ugyanúgy nem fog szeret angolozni, legfeljebb annyi történik, hogy jobbak lesznek az iskolai jegyei. A megoldás roppant egyszerű, meg kell újra kedvelned az angol nyelvet. Tehát nem más tankönyvre van szükséged, nem több nyelvtanra, hanem arra, hogy megkedveld az angol nyelvet. Hogyan tudod ezt elérni? A válasz itt is elég egyszerű, keresd magadnak alternatív tananyagot. Vagyis a hivatalos iskolai tankönyvek mellett a szabadidődben foglalkozz azzal és csak azzal, ami igazán érdekel téged, csak éppen angol nyelven. Nézzünk erre a dologra egy konkrét példát. Tegyük fel, hogy téged a lakberendezés érdekel, ami angolul furnishings. Semmi más dolgod nincs, mint a Wikipedia keresőjébe beírni ezt az angol kifejezést, és már is rengeteg hasznos cikket és érdekes információt fogsz találni ezzel kapcsolatban, és természetesen rengeteg angol mondatot, új szót és nyelvtani szerkezetet is látni fogsz magad előtt. Következő lépés. Írd be a Google keresőjébe, maradva ugyanennél a példánál, azt, hogy furnishings plus podcast. Itt hanganyagokat fogsz találni, amik javítják a szövegértési készségedet. És ugyanúgy a harmadik lépésben nincs más dolgod, mint ugyanezt a szót beírni a YouTube keresőjébe, és már is rengeteg érdekes és hasznos angol nyelvi videót találsz majd ezzel a témával kapcsolatban. Tehát találd meg, hogy mi az, ami leginkább érdekel, mi az, ami leginkább lázba hoz téged, és tudatosan keresd magadnak ezzel kapcsolatban angol nyelvi tartalmat. Az online elérhető tartalmak tárháza egyszerűen kimeríthetetlen, úgyhogy lehet, hogy ennek az adott tartalomnak, ennek az adott anyagnak nincs közvetlenül köze ahhoz, amit a tanórákon csinálnod kell, ez elképzelhető, de biztosan segíteni fog abban, hogy újra örömforrás legyen számodra az angol tanulás, és minél többet foglalkozol az angol nyelvvel, annál könnyebben fognak majd menni neked az iskolai feladatok is. Nos, a videó végén én köszönöm a figyelmet, remélem, hogy hasznosnak találtad, kérlek, hogy oszd meg barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!